Mozart, kamélia, szandred, libra, vagy ahogy a legtöbben hívják, krumpli. De amíg az avatatlan vásárlók csak az ár alapján választanak maguknak a különféle fajtákból, addig itt Gyulatanyán a burgonya szakértői találkoznak több mint 30 éve rendszeresen egymással, hogy megvitassák a magyar burgonya termesztés jelenét és jövőjét. A gyulatanyai kísérleti állomás úgy gondolom, hogy egy olyan kovászműhely, nyugodtan mondhatjuk azt, amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei, és nem csak a vármegyei, hanem úgy gondolom, hogy itt a térségi termelőknek egy nagyon komoly lehetőséget biztosít, nem csak a találkozásra, hanem a szakmai tapasztalatoknak a megosztására és a jó gyakorlatoknak a megosztására tudnak találkozni egymással a termelők, találkoznak azokkal a szakpolitikusokkal, szakemberekkel, akik úgy gondolom, hogy a döntéshozatalban nagyon komoly szerepet játszanak, és hát találkoznak azokkal a vállalkozásokkal, azokkal a cégekkel, akikkel lehet, hogy nap mint nap nem tudnak egyeztetni, és itt úgy gondolom, hogy találkozik sok minden, amely mind-mind segítséget nyújt ahhoz, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a termelők előre tudjanak egyet lépni. Augustinyi András az esemény egyik házigazdája szerint jól indult az idei év a burgonya termesztők számára, de a pozitív jóslatok nem valósultak meg teljesen. Közel 40 fajta burgonyát mutatunk be a látogatóknak. Hát sajnos ez az év nagyon jól indult, a tavasz kellő mennyiségű csapadékkal, de sajnos Gyulatanyán az elmúlt 7 hétben szinte semmi csapadék nem volt, ellenben a környéken esett az eső, illetve ezt az iszonyatos UV-sugárzást, illetve ezt a meleget ugye a burgonya nem tolerálja, ahhoz képest, ahogy így a szakemberek mégik, amikor felszedtük a mintákat, azt mondják, hogy nagyon meg vannak elégedve a fajtákkal. Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke azt mondta, a gazdáknak és a kormányzati stratégiáknak közösen kell lépést tartania a klímaváltozás okozta kihívásokkal. Senki nem gondolta volna itt, hogy Magyarországon is eléri a hőmérséklet a 40 fokot, és ezek a burgonyák akkoriba érkeztek a 40 fok környékére, amikor már a lombozat lement, és most nagyon kíváncsiak vagyunk, meg én is érdeklődök majd itt, hogy mit tapasztalnak, hogy milyen hatás érhette a tárolás szempontjából ezeket a burgonyákat, amikor már a lombozat nem védte, úgymond, és ez a bak hát akár 60 fokra, vagy a fölé is melegedhetett annak hatására, hogy nem védte semmi, ez egy új helyzet lehet, és akkor a kutatás megint egy új helyzetet teremt itt a klímaváltozás hatása, hogy viselkednek ezek a burgonyák akkor, amikor már beértek, és ott a talajba egy 60 fokos hőmérséklettel kell nekiek találkozni. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként. Az eseményen részt vett Nobilis Márton élelmiszeriparért felelős államtitkár is, aki úgy fogalmazott, Szabolcs-Szatmár-Bereg a burgonya termesztés szempontjából is az egyik éléskamrája Magyarországnak, és a kormány további pályázatokat írt ki június végén, amelyből a burgonya termesztők is profitálhatnak. Az előző Európai Uniós ciklusban 176 milliárd forintot fordítottunk kertészeti pályázatokra, és most írtunk ki egy újabb 50 milliárd forintos kertészeti pályázatot. Június 26-án került kiírásra ez a pályázat. Ezek a pályázatok azok, amik lehetőséget adnak arra a gazdáknak és a burgonyával foglalkozóknak egyaránt, hogy fejlesszenek, újabb és újabb fejlesztéseket hajtsanak végre, és ezzel ezt a versenyképességünket növelni tudjuk. Nobilis Márton hozzátette, a kormány célja, hogy növelje az ország önállátó képességét a burgonya termesztésben is, annál is inkább, mivel a burgonya a világon a harmadik legnépszerűbb növény, a búza és a kukorica után, Magyarországon pedig az elfogyasztott zöldségek közel egyharmadát a burgonya teszi ki.